A munkanap áthelyezése miatt változik tehát a vonatok közlekedési rendje a hétvégén. Április 20-án a munkanapra, 21-én szombaton a péntekre érvényes menetrend szerint közlekednek a vonatok. A fiatalok nagy része a korábbinál többet költött 2017-ben és a jövőben is a kiadásaik növekedésével számolnak. 41%-uk élelmiszerre adott ki többet. A diákoknál viszont leginkább a szórakozásra ment el nagyobb összeg az egyik bank felmérése szerint. A bank a 19 és 29 év közöttiek mindennapos kiadásairól készített felmérést. Az eredmények szerint élelmiszerekre a fiatalok 41%-a költött többet, ruházati termékekből 31%-uk vásárolt nagyobb értékben. Műszaki cikkekre pedig 27%-nak ment el több pénze 2017-ben, mint egy évvel korábban. A 30 év alatti fiatalok közül a diákoknál természetesen a szórakozásra költött pénz volt az egyik legjelentősebb tétel, és a jövőben is így lesz, 35%-uknál nőtt az erre fordított összeg. Arról is megkérdezték a fiatalokat, milyen kiadásokkal számolnak a jövőben. 40%-uk úgy véli, hogy idén ruhákra költ majd többet. A top listán a második helyre került az utazás. Elkezdődött az eboltás Cegléden. A város különböző pontjain egészen május 19-ig lehet elővezetni a kutyákat. A védőoltást kötelező beadatni minden 2018-ban még nem oltott 3 hónaposnál idősebb kutyának. Csütörtökön például 16 és 17 óra között a Kőrösi út Kernács tanyánál várja az orvos a gazdákat és az ebeket. Az eboltás díja 4500 forint, a féregtelenítésé pedig 150 forint 10 kilogramonként. Az eboltásról további hasznos információkat hallhatnak holnapi híradónkban.